kerítés van hivatalosan, mert itt történt egyedül a hatodik megállapításon, tehát ennyit kellene helyszínen kifizetni. Igen. A személyi igazolványok beszedésével kezdték a razziát a NAV Észak-Alföldi Regionális Adófőigazgatóságának adóvégrehajtói a nyíregyházi piacon. Ezt követően leellenőrizték az árusok személyes adatait, hogy meg tudják állapítani, van-e tartozásuk. A hátralékállomány csökkentése ugyanis a NAV kiemelt feladata. Az idejében a Nemzeti Adóvámhivatal a személyszállítással foglalkozókat, a vendéglátókat, illetve a gépjármű alkatrész forgalmazókat, valamint javítókat is ellenőrizzük. Emellett természetesen az építőipari munkásokat, valamint a közúti áruforgalom ellenőrző rendszerünket is sokkal inkább intenzívebben fogjuk használni. Az online kasszáknak az ellenőrzése továbbra is folyamatosan zajlik, valamint a hátralékállományunknak a csökkentése is kifejezetten célja az idei évnek. Magyar Norbert elmondta, egyre inkább azt tapasztalható, hogy a bírságokat és a tartozásokat is az ilyen jellegű rajtaütések helyszínén próbálják rendezni az adózók. Hozzátette, a délelőtti akció folyamán felderített hátralékállományok jellemzően budapesti székhelyű, ott elérhetetlen kereskedők tartozását csökkentették. Jelenleg a hátralékállományok ellenőrzése folyik. Nagyon fontos, hogy azokat a vállalkozásokat, akik felhalmozzák a hátralékukat, tetten tudjuk érni. Korábbi esetekben inkasszót alkalmaztunk, vagy jövedelemletiltást. Ez azt jelentette, hogy nagyon sok esetben nem vitt célra minket ez az ellenőrzési módszer, azonban mostanában már egyre többször ingó, illetve ingatlan foglalásokat is végzünk. Természetesen a helyszínen végzett ellenőrzéseink során igyekszünk minél hamarabb a hátralékállományt csökkenteni, tehát ez azt jelenti, hogy a készpénzes kifizetéseket próbáljuk megszorgalmazni. Hogyha ez nem sikerül, akkor ilyen esetekben természetesen árufoglalásra kerül sor. A sajtóreferens elmondta, a délelőtti razzia alkalmával 42 adózónál végeztek hátralékvizsgálatot, melyből 13 adósnál kellett végrehajtási eljárás kezdeményezni, 29 adózónak nem volt tartozása. A végrehajtás alávont adósok közel 2 millió forint hátralékot fizettek meg a helyszínen.